Hát üdvözlök mindenkit, kezdem a mai pecát, harcsázni fogok. Ilyen spanulós, szakító, zsinóros módszert fogok próbálni. Fölraktam már a kárászt, ez lesz a csalihal. Hát nem tudtam kisebbet fogni, úgyhogy ezzel fogok majd pecázni. Remélem sikerül vele fogni, mert azért, hát erre már valószínű, hogy nem egy 80 dekás kis harcsa fog rámozdulni. Megpróbálom úgy behúzni a szerkót, hogy egy körbe beviszem ezt a szakító zsinort is, mindent összekötöttem. Elméletileg csak a szembeni nádas előtt kirakom a csali halat egy ilyen 5-6-7 méterre, és akkor viszem tovább a szakító zsinort, egy ilyen 20-as damil a szakító zsinóra. Itt van, és ezt pedig rákötöttem egy ilyen hosszú citromsárga zsinórra, mert a nádas előtt olyan kicsi a víz, mint ahogy itt is van, kb. 10 cm. A kárásznak a kárász el se fér benne. Tehát úgy gondolom, hogy a nádastól egy ilyen 6-7 méterre fogok horgászni. Jó, nem is húzom az időt. Indulok befele. Aztán utána még próbálok majd csali halat fogni sötéterésig. A topotra raktam föl egy behúzó csipeszt, úgyhogy azzal nem lesz gond, nem fog ott összecsavarodni. Még itt kibogozom a szakító zsinort, hogy akkor eljön az ideje, hogy be kell rakni, akkor ne legyen vele gond. Na, gyerünk befele. Szélcsend van, úgyhogy nem fogja vinni a csónakot a szél össze-vissza. Könnyű dolgom lesz elméletileg. Hát úgy néz ki, hogy működik, mert nézem, a levegőben van szépen a zsinór, úgyhogy még tudok simán irányt is váltani, úgyhogy nem lesz semmilyen öble a zsinórnak. Ez jó kis behúzós technika lesz akár pontyozásnál is. Nagyon jó. Milyen mély a víz. Á, ez itt jó lesz. Úgy gondolom, hogy itt jó helyen lesz a kishal. Kishal? Hát, ilyen kishalnak nem nevezném. Oké. Már nagy szerencsém van, hogy nincs szél, és megkönnyíti a dolgomat. Ezt valamelyik kilógó nátszára oda kötöm. Nézzük. Ez itt jó is. Elég stabil lesz. Ó, egy arab vízbe jött. Na, hát ez kész. Raktam rá egy ilyen kutyogatós úszót, hogy majd sötétbe jobban megtaláljam, hogyha újra kell majd kötni a dolgot. Hát remélhetőleg, mert akkor az azt jelenti, hogy volt kapás. Na, kés. Szerkó bent. Kievezek a partra, stékhez, és akkor megfeszítem a zsinort. Itt egy csörgő jelző, ilyen csörgős felrakom a spicre. Hát megfeszítettem azt a zsinort, visszaevesztem, azért csak kíváncsi voltam rá, hogy hogyan áll a dolog így össze. És hát úgy látom, hogy nagyon jól működik. Teljesen a levegőben van az egész szerkó. Itt lehet látni a zsinort, ott pedig a kárász. Nagyon jó. Szerintem ez így tökéletes. Azt nem túl mély víz van. Ez inkább kicsi.
De hát miért ne állhatna ide is ki a nagyobb harcsa? Oké. Na hát közben behúztam a másik szerelést is. Persze a kamera kikapcsolva maradt, úgyhogy visszavezek oda is is. Mutatom azt is, hogy hogyan sikerült megoldani. Na hát azt nem a nád mellé kötöttem ki végül is, hanem van ez a dőlő bójám, amit pontyozásnál szoktam használni. És hogy legyen egy bent itt víz közt is. Ezért azt arra rögzítettem ki. A kis ólom nehezékre raktam még egy nagy téglát, és akkor azzal lesúlyoztam, így stabil, itt nem lehet elhúzni. Főleg nem ezzel a kis 20-as szakító zsinórral, amit felraktam. Mindjárt mutatom is. Hát itt lehet is látni, hogy a tégla engedi ki magából a levegőt. Oké. Mindjárt ráfordulok, hogy ki tudjam venni. Tehát ennyi az egész. Itt van egy nagy tégla rajta, felette a kis ólom nehezék. Hát itt a főzsinórom, ott az előke. Úgy néz ki, hogy működik ez is. Megemeli a zsinort, itt az utolsó 1 méteren fekszik föl, de hát az a bója miatt is van igazából. Dupla horog van fönt, felül a hátába van egy akasztva is, egyet pedig oda az első úszójába akasztottam föl. Na, azért, hogyha van benne erő a halba, azért le tudja húzni, úgy látom a zsinort. Azért a bója az mégiscsak valamennyire süllyed. De viszont így nyugalmi állapotban, így megemelkedik. Hát nem hiszem, hogy lenne már értelme jobban megfeszíteni. Esetleg, hogyha nagyobb botom lenne, akkor lenne valószínű, hogy nagyobb szögben emelkedne a zsinór. Na majd legközelebb akkor nem ezt a 2-10-est, azon van 3,5 méteres is. Oké. Lehet nincs már sátra, kievezek. Próbálkozok kis halat fogni. Legalább egy vagy két ilyen tenyeres méretű keszek, ha lenne. És lenne egy kapásom este, akkor le tudnám cserélni. A féderen. Ha engedi vissza a zsinort. Sikerült fogni még egy kárászt. Legalább egy kapásom lesz, le tudom cserélni, bár nem tűnik aprónak ez se. Mindegy. Az is lehet, hogy kis ponty. Elég jól vérekezik. Hát ez az, hogy ennél kisebb csali halat nem tudok fogni. Egyszerűen a keszegek eltűntek, nem, a tónak nem ezen a részén vannak. Itt ez a része a tónak, ez sokkal sekélyebb, mint az előső rész, úgyhogy... ez szép nagy dévér. Hát az még nagyobb lehet, mint az előzőek. Na mindegy. Hát szerintem ez még nagyobb, mint a kárász, amit felraktam. Nem így, hogy nincs más. És még ezt is mellé tudom. Ah, nem. Majd hát az ott. Ne ugráljál. Ah, kétszer kellett kifogni. Szíves. Hát ez nehéz szülés volt.
Hát lassan annyira kicsi a víz, hogy halcarcót se tudom belerakni. Most már ide a stégeli, mert valóban máshova át kell vinnem a csali halakat. Hoznom kell egy karót és oda kikötni. Talán ott mélyebb a víz. Itt ez nem marad életbe 10 percig se. Meg is van a következő keszeg vagy kárászó, ez talán már nem lesz akkora. Ez kisebb lesz, hogy hát egy kis kárász lenne, az lenne a legjobb talán. És egy keszeg. Na jó, van két csali hala az éjszakára. Hát az egyik mondjuk az böszme, de ez viszont, na hát ez jó. Na ez már azért nem rossz méret, még talán egy kicsit kisebb lenne. Ez lenne az igaz ide. Remélem méretben maradnak itt abban a kis vízben. Na hát, hogyha az éjszaka benullázok, amire azért erősen megvan az esély, akkor az a videó ez itt ér véget. Ez csak egy ilyen kis bemutató volt. Mégis mit szerencsétlenkedtem össze így az első alkalommal. Mondom, teljes nulla tapasztalat nélkül egy-két videót megnéztem róla. A kettővel arrébi szomszédom, ő szokott így horgászni, szokott fogni. De hát nem ekkora kárászokat szokott fölrakni elmondása szerint. Ilyen 10 centi környéki keszegek a legjobbak. Azzal azért lehet fogni ilyen 2-3 kilósokat. Eddig max 10 kilós volt a legnagyobb, amit ő itt tudott fogni. Ezzel a módszerrel. Úgyhogy ha az este nulláztam, akkor itt ez a videó az véget is ér. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!